Vasárnapi gyertyagyújtás után hétfőn, már korán reggel az operatív törzs, majd a parlamentben az Európai Uniós Konzultációs Testület ülésén vett részt a miniszterelnök. Ott megerősítette, hogy továbbra is kitart az Európai Unió költségvetésének és helyreállítási mentőcsomagjának vétója mellett. Az ülés után az ellenzéki pártok közös sajtótájékoztatót tartottak. Gyakorlatilag Orbán Viktor meg akarja bénítani Európa működését, akkor is, hogyha ebbe a magyar emberek beledöglenek. Mert hogy az uniós mentőcsomagra a magyar embereknek, Magyarországnak szüksége van ahhoz, hogy munkahelyeket tudjunk megmenteni, béreket, nyugdíjakat, vagy épp az egészségügy helyzetét tudjuk rendezni. A Párbeszéd azt is kiszámolta, szerintük mennyibe kerül a vétó, illetve az, hogy az uniós mentőcsomag helyett devizahitelt vesz fel Magyarország. A miniszterelnök 250 ezer forint ingyen pénzre magyar emberenként nemet mond, és 400 ezer forint adósságot ró minden magyar állampolgára. Ez nemhogy felelőtlen viselkedés, ez hazaárulás. Az uniós pénzek kifizetését jogállamisági kritériumokhoz kötnék, ezt viszont a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja, ahogy Lengyelország is. Orbán Viktor múlt pénteken az állami rádióban azt mondta, egy esetben állnak el a vétótól. Minden nehézség nélkül el tudjuk fogadni gyorsan a költségvetést és a gazdasági helyreállítási alapot, és a politikai vitákat eredményező rendeletet, amit jogállamisági rendeletnek hívnak, azt pedig tegyük félre és vitassuk meg később. A miniszterelnök szerint a költségvetés vétójával egyetlen forintot sem veszítenek a magyarok, a mentőcsomag pedig nem ingyen pénz lenne, hanem egy közösen felvett hitel, amire egyébként Magyarországnak nincs is szüksége. Ugyanezt a kormányzati álláspontot ismertettem a Rétvári Bence államtitkár is a parlamentben. És abban az esetben, hogy egy másik Európai Uniós tagország nem fizet, akkor a többi országnak kell helyette fizetni. A kormány szerint a jogállami rendelet célja végső soron az lenne, hogy bevándorlók befogadására kényszerítse Magyarországot. Erről beszélt mai brüsszeli videónyilatkozatában a külügyminiszter. Átlátunk a szitán. Az Európai Uniós bürokraták itt Brüsszelben a jogállamiságot a migránsok befogadásával azonosítják. A Párbeszéd politikusa Jávor Benedek szerint ez nem igaz. A jogállamisági mechanizmus nem róna kötelezettségeket a tagállamokra a bevándorlással kapcsolatban. Birtokomban van a parlament és a tanács közti előzetes politikai megállapodás szövege. Sehol egyetlen utalás sincs erre, írta a Facebookon.